Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják. Köszöntöm Önöket! Pedagógus napot tartottak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Váhi Péter Szakképzőiskolájában Tamásiban. A program részeként pedagógusok és iskolai dolgozók is kaptak elismeréseket. A rendezvényre a koronavírus miatt került most sor. 35 tanárt és oktatási irányítási tevékenységet segítő dolgozóját ismerte el a Szekszárdi Szakképzési Centrum a Tamási Váhi Péter Szakképző Iskolában megrendezett ünnepségen pedagógus nap alkalmából. Elismerést vehetett át a 25 éve tanító Fálné Balogh Klára is. A Paksi első István szakképző iskola tanára 3 év múlva vonul nyugdíjba, ezért még inkább örül annak, hogy nyugdíjba vonulása előtt díjazták egyik eladónak tanuló diákját. A szakma kiváló tanulója lett. Azt mondja, a tanítást hivatásának tekinti, és minden részét szereti. Az idén nagyon szép eredményt értünk el, ugyanis országos díjazottunk lett a szakma kiváló tanulója versenyen egy tanulom, amire már nagyon régóta vágytam, hogy amíg az nyugdíjba kerülök, legalább még egyszer átérezhessem ezt az érzést, mert már volt rá példa, de mostanában sajnos nem találtunk ilyen tanulót, és most sikerült, és nagyon örültünk neki. Az utóbbi időben kicsit nehezebb volt a dolgunk nekünk is, és a gyerekeknek is, de azt láttam, hogy a gyerekek vették az akadályt, legalábbis azok a gyerekek, akiket én tanítottam, azok tisztességesen helytálltak ebben az utolsó 3 hónapban is, és azt hiszem, hogy sokat fejlődtek ők is, meg mi is. Tehát nem gondolom, hogy kárukra volt ez a 3 hónap. Díjat vehetett át Till Ferenc is, aki évek óta portásként felügyel a rendre a Paksi iskolában, de számos szervezési, adminisztratív feladatot is ellát az intézményben. Azt mondja, az elmúlt hónapokban nagyon hiányoztak neki a diákok. Hát egy kicsit unalmas volt, hogy nem voltak a diákok, de hiányoznak azért. Most majd a következő szezonban már szeretném, hogyha jönnének, mert úgy igazán zajlik az iskolai élet, ha a diákok ott vannak. A rendezvényen beszédet mondott Csapó Gábor, a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója is, aki kiemelte, meg kell köszönni azon dolgozó kiemelkedő munkáját, akik mindent megtesznek a tanulókért, legyen szó osztályfőnökökről, tanárokról, vagy éppen a portásokról. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik korán kelnek, későn fekszenek, akik kijavítják, meghallgatják, megszítják, dicsérik vagy simogatják, szóvá teszik, rászólnak, tiltják, segítik, motiválják, elfogadják. Mindazoknak, akik minden nap szívvel és lélekkel nevelik a tanulóinkat. A Szakképzési Centrum 9 tagintézményének munkavállalói díjazták, vagy azért, mert kiváló eredményeket értek el diákjaik különböző versenyeken, vagy pedagógiai munkájukkal tűntek ki, ahogy a tehetségeket vagy éppen a különleges bánásmódot igénylő diákokat kezelték. Emelte ki Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja. Mindig van egy olyan pillanat, amikor meg kell állni. És amikor megállunk, akkor értékelni is kell. És az értékelés az azt is jelenti, hogy ki kell emeljük azokat a kollégákat, akik a sok jó kollega közül a legjobbak. És ezért fontos nekünk az, hogy ezt mindenki számára nyilvánossá is tegyük, és a saját kollégáink felé is elismerjük őket, és tudjuk ezt tolmácsolni, hogy igen, olyan helyen dolgoznak, olyan munkát végeznek, ami igenis elismerésre méltó és nagyon fontos. Most elismerjük azokat a kollégákat is, akik valamilyen országos szakmai versenyre készítettek fel a gyereket, és ott komoly eredményt értek el a tanulóikkal. De egy nagyon fontos, egy másik része, amikor nem csak a tehetségeket gondozzuk, hanem a lemozsolódást is csökkentjük, tehát azokkal a gyerekekkel, akik különleges bánásmódot igényelnek, ővelük is külön foglalkozunk. Önállók nyilván nem a versenyeredményeket fogjuk díjazni, hanem ott azt a pedagógiai munkát fogjuk díjazni, ahogy ezekkel a fiatalokkal foglalkoznak, azért, hogy ők is a társadalom teljes értékű tagjai tudjanak lenni, szakmával a kezükbe tudjanak élni. A Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó 9 iskolába 3700-3800 tanuló jár, és 550 fő végez oktatói munkát az intézményekben.
Februárban kezdtek el dolgozni a szakemberek az új szekszárdi ügyeleti központ kivitelezési munkálatain, és már 23%-os készültségnél jár a beruházás. Az építkezés a városnak nem kerül pénzébe, az ahhoz szükséges forrást ugyanis főként egy pályázatból finanszírozza az önkormányzat, és a miniszterelnökség is támogatta a központ kialakítását. Már dolgoznak a szakemberek az új szekszárdi ügyeleti központ kialakításán. Itt az egykori BM klubban kap helyet a felnőtt és a gyermekorvosi ügyelet, valamint egy állandó gyermekházi orvos, és a védőnői szolgálat is ide költözik majd. A teljes bontási munkálataig elkészültek az épületen. Ezekbe tartoztak a válaszfalak, a csempék, a meglévő lépcső bontásai. Készen vagyunk az alapgépészeti munkákkal, azoknak a helyének a fölvésésével, helyreállításával, alapgépészeti víz-szennyvízcsöveknek a beépítésével. Gyakorlatilag a vakolási munkálatok is 80%-ig elkészültek az épületbe. A legnehezebb dolog a két szintnek a kiváltása vas betonfödém fallal, két szinten keresztül egy alátámasztással kellett megoldjuk, és ki kellett szedjük egy tartófalakat. A február óta tartó munka most 23%-os készültségnél jár. Az ajzatbetonozási munkálatok azok a végleges ajzatbetoni szinteknek kiképzése az a mai nappal elkezdődött, az gyakorlatilag egy-másfél héten keresztül be fogjuk állítani a szinteket. Jövő hét folyamán el fogjuk kezdeni a speciális szellőző csatornáknak a beszerelését, ennek kiépítését, és ezzel párhuzamban nyilván a villanyszerelés és a gyengeáramú rendszereknek az alapvezetékeléseit próbáljuk összehozni, hogy ütemtervnek megfelelően tudjunk haladni. A teljes kivitelezés 273 millió forintba kerül, aminek a legnagyobb részét pályázaton nyerte a város önkormányzata, egy kisebb részt pedig a miniszterelnökség ajánlott fel, így a fejlesztés nem terheli a költségvetést. Mikro egészségügyi központot szerettünk volna létrehozni, kórházi ellátással, ügyeleti központtal és orvosi rendelővel is. Ebben az épületben, ami 1700 négyzetméter állami tulajdon, de ingyenesen megkapta az önkormányzat, valósulna meg a felnőtt a gyermek ügyeleti szolgálat ellátás, illetve egy gyermekházi orvosi ellátás is, valamint a védőnői szolgálat egy külön szinten, külön bejárattal, hiszen ezek a szolgáltatások jelenleg méltatlan körülmények között zajlanak, nincsenek meg az interek, nincsenek meg a megfelelő helyiségek ahhoz, hogy ezt megfelelő szinten végezzék. Most lehetőséget kaptunk a TOP-nak köszönhetően, hogy egy teljesen ügyeleti központ kialakítása történjen meg, 273 millió forintból épül meg az ügyeleti központ. Így néz ki az ügyeletnek most helyet adó épület a Vörösmarty utcában. Ezt az ingatlant már nem lehet 21. századi igényeknek megfelelően fejleszteni. És nem csak az egészségügyi ellátórendszernek a fejlesztése volt fontos, hanem azt is fontos célként tűztük ki, hogy olyan épületeket töltsünk meg élettel, amíg jelenleg használaton kívül vannak. És ez a volt BN Klub, ez tipikusan ez az épület volt, amelyet az államtól ingyenes használatba kaptunk meg. Nagyon figyeltünk arra, hogy szekszárdiak vegyenek részt a fejlesztésben, így a tervezésben, műszaki ellenőrzésben és a kivitelezésben is szekszárdi munkavállalók által képviselt vállalkozások vesznek részt. Ez pedig az életújítás, a város újítás szempontjában nagyon fontos, hiszen számukra munkalehetőséget szeretnénk teremteni, azért, hogy ezt a nehéz időszakot minél inkább át tudják vészelni, és a családok számára a munkáját meg tudják tartani, és tudják a fizetéseket. Az egészségügyi ellátórendszer mellett, ahogy mondtam, fontos az épületnek, használaton kívül épületeknek az élettel való megtöltése. Ebből a szempontból egy következő nagy projektünk lesz a SZÜV épületének a megvásárlása és felújítása. A szakképzési centrum központját képzeljük el itt, és akkor a központban ezen a részen lévő két ma még városképet rontó épület teljesen új külsőt kap, és sokat fog javítani a városképen. Úgyhogy ezek a szempontok voltak azok, amelyek megvalósítást indukálták, vagy indokolták, és azt kell, hogy mondjam, hogy jól halad az építkezés, ha ütemterv szerint.
Ács Rezső Szekszárd polgármester azt mondja, az új központ kialakítása illeszkedik abba a koncepcióba, amelynek során az elmúlt években házi orvosi rendelőket újított fel és épített az önkormányzat, az alapegészségügyi ellátást fejlesztve. Ebbe a tervbe illeszkedik a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő megépítése is, ám azt a projektet az Éljen Szekszárd frakció és a helyiek közül néhányan többször megpróbálták leállítani. Az gyűlöleti központnak a fejlesztését az egyfős többség nem tudta megakadályozni, remélem, hogy nem is fogja a jövőben sem, hiszen ez a szekszárdiak érdekeit szolgálja. Én őszintén remélem, hogy a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő is azért meg fog valósulni. Mindenféle akadályt az ellenzék, az egyfős többség kitalált, hogy megakassza a fejlesztést. Most éppen a alkoholi temetőt vérnek ott a helyszínen feltalálni. Tehát szó nincs természetvédelemről, meg ilyenekről, mint amit az előző akadályoztatásban mondtak, de igazából ezzel az ügyeleti központ orvosi rendelő kórházhármassal lenne igazán teljes az a koncepció, amelyet itt a helyszínen mi elképzeltük. A Szabó Dezső utcába az a két házi orvosi praxis költözne, amelyek most itt a Kadarka utcában a kollégium épületében találhatóak. Jól látszik, hogy itt a betegeknek mindössze egy szűk folyosón kialakított váróterem áll a rendelkezésükre, és parkoló sincs a rendelő előtt. Ehhez a két körzethez 4500 hely tartozik. Az ő 21. századi ellátásukat szolgálná a Szabó Dezső utcai rendelő, ami elképzelhető, hogy az Éjjel-Szekszárd folyamatos támadásai miatt nem tud majd megépülni. Az ahhoz szükséges forrást ugyanis szintén pályázaton nyerte a város, aminek lassan lejár az elszámolási ideje. Az ingatlan egyébként hasonló készültségnél tarthatna, mint az ügyeleti központ. Mindkettő esetében ugyanis februárban került sor a munkaterület átadásra. Az Ybl Miklós utcába tervezett új ügyeleti központot várhatóan 2021. februárjában vehetik használatba a szekszárdiak. Folyamatosan fejlődnek a Tolna megyei kistelepülések a Magyar Falu programnak köszönhetően. Van, ahol még tartanak a tavaly elnyert pályázatok munkálatai, de már az idei évre tervezett új fejlesztésekre készülnek. A program során idén 40 milliárd forintra pályázhattak az önkormányzatok. Az orvosi rendelő épületét fejlesztenék a Magyar Falu program keretében idén Siógárdon. A település önkormányzata tavaly és idén is pályázott. Eddig, mások mellett, már az óvoda szépült meg itt így, de egy központi játszóteret is kialakítottak a faluban. Várjuk az első eredményeket. Szerintem egy pár hét múlva az első pályázatoknak az eredményei meg fognak jelenni, de közben is jelennek meg az új Magyar Falu program pályázatai, és azokon is mindegyiken azért megpróbálunk elindulni. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy minden pályázaton szerintem illik elindulni egy önkormányzatnak. Most jelen pillanatban, amiben nagyba gondolkodunk, az útfelújítás, az orvosi rendelőnek a felújítása, ezek talán így összegileg a legnagyobbak, de minden pályázat fontos, hiszen nem csak az összeg mutatja meg azt, hogy mennyire hiányzott eddig a község életéből, hanem ugye a pályázatnak a kiírásának a célja is. A Magyar Falu program során a kis települések, középületfejlesztések mellett orvosi eszközökre, a falvak karbantartásához szükséges gépekre és bértámogatásra is pályázhatnak. Idén a Magyar Falu program során összesen 40 milliárd forinthoz juthatnak hozzá a kis települések. Györe tavaly 3 pályázaton nyert pénzt a program során, így új orvosi eszközöket vásárolhattak. Többek között csecsemővizsgáló ágyat, látásvizsgálót és új EKG-t is be tudtak szerezni, valamint a rendelő várótermét is fejlesztették. Járdaépítésre és rendezvénybútorok beszerzésére is megnyerték a pályázatot. Az orvosi eszközökre és bútorokra 2,5 millió forintot nyertünk, járdaépítésre 5 millió forintot, és a bútorokra, rendezvény, sátorra, sörpadokra, sörasztalokra, erre a garnitúrákra több mint 7 millió forintot. Az idén 4 újabb pályázatot adtak be. Védőnői eszközök fejlesztésére, a település közútjainak rendbetételére, óvodaudvar felújításra és a játékok fejlesztésére, valamint a közterületek karbantartására szolgáló eszközök beszerzésére. Várjuk, de nagyon várjuk, és ez egy lényeges dolog, az óvodapályázatot, ugyanis tavaly is beadtuk már, az nem sikerült, és az óvodánkra rettetesen ráfér a felújítást, úgyhogy bízok benne, hogy újra megjelenik az óvodapályázat, és akkor azt újra beadjuk, mert hát már 40 éves az óvoda, tehát a fűtéskorszerűsítéstől kezdve a padozat cseréig, a vizes blokk is el van öregedve, úgyhogy arra nagyon ráférne a korszerűsítés.
a fűtéskorszerűsítés, még a radiátorok vannak, bízok benne, hogy megjelenik a pályázat, és akkor az lenne a legfontosabb nekünk, az óvoda pályázat. Egyébként ugye a faluba sok minden megvalósult már pályázatokból, és nagyon örülünk neki, nagyon jó dolog ez a Magyar Falu program. A Parhant a tavalyi évben két pályázaton nyert támogatást. Az óvoda udvari játékaira nyertek 5 millió forintot, és a rendelő felújítására 30 millió forintot. Az orvosi rendelő felújítása még zajlik, de a pályázatban leírt feltételeknek megfelelően július végére befejezik a munkálatokat. Tavaly a Parhant község önkormányzata több Magyar Falu program keretében belül is indult. Az óvoda udvar játékaira pályáztak, azon közel 5 millió forintot nyert az önkormányzat, illetve az orvosi rendelő felújítására, amelynek keretén belül 30 millió forintot nyert az önkormányzat. Ennek a munkálatai jelenleg is zajlanak. Az orvosi épület rész teljesen felújul, a tetőcsere történt meg, hőszigetelést kap az épület, napelemes rendszer kerül kiépítésre, illetve a helységek egy része átalakul, és a mozgáskorlátozottak részére is megközelíthetővé válik. Ebben az évben pedig szinte minden alcélra nyújtottunk be pályázatot a Magyar Falu program keretén belül, hiszen más lehetősége nincs az önkormányzatnak, hogy fejleszten a településen. Út és járda felújításra, közterület karbantartó eszközök beszerzésére, játszótéri játékokra és a Magyar Falusi civil alapra is pályáznak a településen. Szép környezet, innováció, adott kategória szerint szakmai megfelelőség, díszkert. Többek között ezen szempontok alapján választja ki egy szakmai zsűri Magyarország legszebb birtokát. A verseny döntőjébe idén a szekszárdi Bodri pincészet is bejutott. Kávéval és reggelivel hangolódott a zsűri a Bodri pincészet bejárására és értékelésére. Két szekszárdi borászat is bekerült a jelöltek közé, így ők is versenyeznek idén Magyarország legszebb birtoka címre. Az első háromba jutottunk a szőlőbirtok tekintetében, és mindent megteszünk azért, hogy legjobb helyre kerüljünk, de nagyon érzés volt, jó érzés az embernek, a szívének, meg a lelkének, hogy másnak is tetszik a birtok, másnak is tetszik a Bodri pincészet. Tehát nagyon nagy marketing értéke van, és bízunk abban, hogy még felfutás is lesz belőle, de akkor is örülünk, hogy ránk gondoltak, és minket is kiválasztottak ebbe az első három pincészetbe. Én már jártam mind a kettőben, és tényleg gyönyörű birtokokat jelöltek. Lesz még egy harmadik borászatunk is, az a Somlóhegyen van, és hát ők fognak versengeni a kategória győzelemért, majd aztán a kategória győztesek közt a gálaesten az ott lévő zsűritől kiválasztják a fődíjast. 2020-ban mintegy 50 birtokot jelöltek 7 kategóriában, majd egy 18 fős szakmai zsűri választotta ki kategóriánként a három versenyzőt a továbbjutásra. A szakmai zsűri felkeresi mind a 21 jelöltet, és szigorú kritériumrendszer alapján dönt a helyezésekről. Ugye a szépség eléggé relatív. Mindenki azt gondolja a saját magáról, hogy az egy objektív dolog, mert hogy amit ő szépnek lát, az szép is, ezt nem mindenki ugyanígy gondolja szerencsére. És ezért azt gondoltuk, hogy 13 paramétert vizsgálunk. Nyilván a szakmai megfelelőséget, a vizuális szépséget itt ez alatt azt definiáltuk, hogy például a kiskert megléte egy gazdaságnak. Ez furcsa ilyet mondani, de például egy szarvasmarhatelep az úgy néz ki még szebben, hiába ápolt, rendezett a terület, de ha van egy kiskert az elején, már pedig van a többségében, akkor azért mégiscsak szebben néz ki az egész tőle, vagy egy sertéstelep, amire azt mondanák, hogy hát azért ott az nem az jelenik meg ilyen világ legszebb gazdasága címeként előttünk, az is tud szép lenni, láttunk már ilyent, tavaly is például, azelőtt is, és a paraméterek közt még azon túl, tehát, hogy szakmai megfelelőség van, vizuális szépség, adunk a higiéniára, hogy elsősorban az állattartó telepeknél fontos ez, vagy például a fenntartható gazdálkodásra, vagy a technikai fejlettségére a gazdaságnak. Teli vagyunk szakértőkkel, akik így vagy úgy saját birtokon, vagy egyéb szakértői feladatként szakértenek mindenféle ágazatból, így hát van szőlészünk, borászunk is. Nem sokára év borásza is érkezik ide a birtokra, aki ugyanúgy megtekinti majd velünk a birtokot, ő az egyik zsűritagunk. A zsűri tüzetesen körbejárta a Bodri pincészetet és magát a birtokot is.
Mátrai Zoltán azt mondja, az a céljuk a díjjal, hogy megmutassák, Magyarországon is vannak nívós birtokok, gazdaságok. Csak arra gondoltunk, hogy a Magyarországon is muszáj megkeresni azokat a szép birtokokat, akikre büszkék lehetünk. Ők, valaki az egyik zsűritónk úgy hívta az egyik gálaesten, hogy ők a példaképeink, és tényleg így van, tehát ők ilyen példakép birtokok, akiket aztán jelölünk, döntősök lesznek, kategória győztesek, aztán mondjuk a díj fődíjasa. Az a cél, hogy Magyarországon is meg tudjunk mutatni ilyen birtokokat. Hozam című gazdasági magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói Szekszárdi Szakképzési Centrum, a Szakmád a Holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.